Erika, hát nem tetszett találni a tablón. Igen, őt kerestem a tablón. Kerítsa a tablón. Mondtam, hogy a 8-ra már nem ide jártam. Igen. Thank you.
Tájfőnöki órára, azt mondja, hogy 14-en megjelentünk, hiányzik 5.
lánya, Szárodó Julianna, Faragó István Kökély Jóska és Balázs László. Köszönöm, köszönöm. Thank you.
visszaemlékszem arra az időszakra, hogy hihetetlen kritikus időszakra volt a Szent Péter László Pozsony. Szóval amikor én átvettem az iskola vezetését a 3,5 év alatt, akkor én már a negyedik tehát ez egy mindent megmagyaráz, hogy az oktatások is egy kicsit úgy, hogy sántikát, nagyon sántikát, hogy így mondom, és hihetetlenül hosszabb bánat. Szóval nem igaz, ezért nem lehet változtatni. Tehát azért, hogy ők szerepel a hésorban, ezt a nagyszerűen ezt már köszönöm. Azt tudom, de ugye te is hozzáadásnál is. Legalábbis korábban kis gyermek voltam, ellen kézzel aztán tanulóival. Úgyhogy és akkor egy évet tanítottam ebben az iskolában. Én titkáról beszélt, mondtam, lehet, hogy azóta is itt tanítani, ha nem kellett volna 4-kor kellene. Meg 5 órakor még sötétbe gallagul a buszot, és akkor még a hold fel volt, amikor kiértünk ide Kecskemétbe. Aztán hiába kértük, hogy ugye a TSZ-en, hogy egyébként jártuk körbe, induljon később autóbusz, mert de hogy én innen kitettem a lábam, kivettél, hogy volt 7 órakor autóbusz. Én innen elkerültem a... Innen katonatelepre, igen, katonatelepre. Ott voltam azt hiszem 2-3 évig, onnan, igen, mert ez még járás volt, akkor most már ilyen nincs. Ez járáshoz tartozott, és akkor így, hogy ha a Kecskemét külterületre kerülök, akkor olyan könnyen bekerülni Kecskemét városhoz, mert ilyen lépcső fokozata voltak. És akkor ott tanítottam, oda is ugyanúgy kijártam. Hát mondjuk a közlekedési körülmények azok sokkal jobbak voltak. Utána megnyitott a Hunyadi Városi Iskola, mert állandóan elbuszoztam akkor, amikor eljöttem, amikor ide jártam. Később, hogy én voltak rakva a téglát, azt mondtam, hogy milyen jó lenne az iskolában tanítani, mert akkor már nem kéne tovább haladni. És hát fölépült az iskola, és egy nagy boldogan, nagy örömmel, mint aki 12-es találatot nyert. Hát be is kerültem abban az iskolába, 9 évet lehúztam, és hát hősnek neveznek, emiatt a többiek. Hogy abban az iskolában 9 évet lehúztam, mert volt, aki a harmadik nap után már akinek megszületett az agyában a gondolat csírája, hogy innen el. Na jó? Mikor végeztünk, én utána mentem a középiskolába, azt elvégeztem, hál' Istennek, nem is akár volt, már az képest, hogy ne, igazán nem voltam voltam de az azért majd nekünk különöre sikerült, amikor én nekünk mindig örülök róla. Aztán, hát utána jött a Honvédség, utána sok követtem, és végül is most is adottam. Mert aztán valaki a szakmában nem találkoztam, hogy igazán valaki talán nem a legjobb választásra. Hát többet. Végül is. Én volt, hogy megmestültem. Nagyon nem sietem, ne? Van két. Kiskáncon az egyik katolikus, és a másik katolikus. És a fejemre mennek. Nagyon tanuló dolgok nem történnek az életemben. És még ma szektán dolgok. Különképpen rövőre mennek. Még van egy halalat nekem is. Yeah.
konkrétan nem is értem. Itt esetben inkább nyomod ez az új útvarnak, de én látom, hogy egy forgalomban néha. Hát én is iparikon kerültem, és aztán egy jó elvégeztem, autószerelő lettem, és akkor keresgéltem a szavót, és a munkájában, mert nagyon keveset kerestem, játszik el, hogy rögtön sokat lehet, hogy ilyen szakmáról. És aztán is a hangrénység, az egy elég kemény hely volt, szabad szállás, és akkor mindent megtanultam. Akkor nagyon rossz volt, de azért ott még elszembe jutott, hogy egyébként az megadta a leckét, és meg úgy egy kicsit embert találtak el. Elég szigorú dolog volt. Aztán ott is a szakmámba dolgoztam végül, és többen én is jelen háznél előtte revizsgáztam, bocsisztam is meg. Utána igazából én is gondolkoztam, hogy jobb lenne, ha nem jó egy helyen be dolgozni, jobb lenne így kicsit vezetni, vagy tehát több felé mehetni, de csak. Szóval honvédségnél nem utáltatták vele, hogy az autóvezetést úgy szerettem a kocsit, csak nem hivatásos, tehát csak a saját passzióval adott. És akkor végül is, hát ahogy egy szakmámban vagyok, akkor 83-ban megnősültem, itt a nejem. És hát én sem maradtam el, egy kicsi számból, és akkor hát egy kislányom született, 85-ben, én most már fel elsőben, és Rákóczyba járt. És hát mi ott a dolgok között a valami Kecskeméten. És én az autóklubnál dolgozom, most már 7. éve lesz januárban, de nem akit az autóklub műszakában másolva, mert nekem ott a kérdőváratban a szüleim házánál, ott egy elég komoly helyen felépült valamikor, és régen is már másodállás, aztán többet szerint szerettem a pénzt, szerettem volna tényleg, de úgy éreztem, hogy az egy vállalatnál akkor egy kicsit több van benne. Sőt, bosszantott abban az időben, hogy igazán én is úgy beleadtam a szüleimet, szóval nekem is igen, csak el szokták mondani sokan, hogy az a szerencséjük, hogy ha találkozik a hobbiuk, meg a szakmájuk. És nálam ez így van. Tehát én még nem, néha akkor is, ha ráértem, és mondjuk végtelen mehettem volna, mint tudom én a moziba, de én szerettem az autókat, meg az ilyen műszaki dolgokat, és érdekel is tulajdonképp rengeteg mutatója van, meg mostanában talán erre a szakmára is a legjobb idők vannak, de igazából azért úgy néz ki, hogy én már tudok kiöregedni, ha egészségem engedi. És hát így tulajdonképpen a félig maszek vagyok, mert a klubnával, a munkakönyvben az én vállalok, szóval igazából nem ellenőriz senki. Van egy olyan normaszerű dolog, ilyen halott, vagy inkább mint az éves szinten, aztán azt mondja, hogy többet felvősíti, hát ha nem is lehet eljött időt, akkor többet is lehet keresni, de mondom, most ez a szegény, és ez nem kedvező nekünk se. És hát most talán várom az eljövő évtől ilyen valami nyugati márka szervét is meg akar keresni, hogy szóval betársulok talán, és akkor majd meglátjuk, hogy valamilyen típusok még nem tudok pontosan menni, vagy ez a névvégig dől el, de állítólag a szóba jöttek már, aztán nem tudom, szóval nem hiszem, hogy mindig így lesz, egy kicsit végig sok pénz. Hát igen, beruháznak, tehát tényleg annyi pénzem benne állt, sokszor volt, hogy nem jó mennek a dolgok, akkor eszembe is, hogy igazán talán mégis tárolt ennyit, mert nem biztos, hogy ki volt szó, és igen, viszont nem tudod ember lépést tartani, azért ez nem olyan, hogy szóval így fit kell. Sokszor több a kiadás, mint a bevétel, de másképp itt nem lehet most már talpon maradni, szóval a konkurencia is kemény lett meg minden, és mondom, én szeretem, és tényleg
Ki nem megy? Hát az én életem, aztán én is jelentkeztem olyan jó szakmára, mint a Jancsi helyezőnek. De végül is nem lettem, mert a maszeknál voltam tanuló, élelmiszeradó lettem. Ezt úgy nyáron hirdették, valahogy olvastuk az újságban, és nekem mindig jobban tetszett, csak hát ugyan sokat hiányoztam, nem volt lenni a buzanyúfányom, és nem reménykedtünk benne, hogy ez sikerül. Utána még nagyon sok levelet kaptam a félmunkásból, hogy jelentkezzek, már még szeptemberben, és amikor az iskola is beindult, de hát engem már nem érdekel. És elvégeztem a kereskedelmi iskolát. Három évig a maszeknál voltam tanulva, utána elkerültem az örökéletet, sokáig Merkörös utcai tanácsékmódban dolgoztam. Utána véghez mentem. Született két kislányok, az egyik most 15 éves, a másik 13 éves szerzőállva. Cukrásztanulva a nagyobbik, nagyon szereti a szakmát. Én is nagyon szeretem a szakmát, hozzám költeni, mert egy kis kitérőt csináltam, amikor a lányok kicsik voltak, hogy ne kelljen hajnalba tekteni őket, villanyszámlás lettem. Hát ott is emberökkel kellett bánni, de az nem ugyanaz volt. Úgyhogy visszahúzott a szívem a nyomorban, és most már 6 éve elmúlt, hogy az Univer Városközpont KBC-ben dolgozom. Katonatelepen lakom, a családi házban. Elmentem már kitartottam a dolgokat, éreztem, leúztam a születélet, mint óvatos. Utána elterültem az építőgyárban, segédmunkásban, és hát katonai volt, 76-78-ig, ráhoztam 21 fél hónapot. Mert olyan hajnak voltak, hogy kecskes volna, és na majd leszerek már, mint kedden, szinteken hozták a, nem tudom milyen keresztet, hogy visszatom már a 49 napra. Na ez nagyon fajn volt. Lehoztunk, és azt mondták, nekünk van erre 49 napra, másfél napunk szabadságra. Jó, hát majdnem sírtunk, hogy fölöttek voltak, viszont 7 éves voltam akkor, mikor bevallottam. Hát csak egy elfalad. 81-ben megnősültem, 83-ban lett kislányom, és 86-ban elváltunk, az első feleségem. És közben elmentem a segédmunkásra, TLT Jancsi. 86-ban, és szóval találkoztunk ebben a helyemben. Pont ott elmentem arra felé. Elmentem napközi napon, többet egyszer főiskolára, fölvettek és
voltál tanuló? 600 ezer. De nem volt, milyen cég? Lentebb adtam az iskolát, mert óvodába kerültem. Engem nem mondtak mindenki is.
ismer, amikor itt végeztünk, tehát körülbelül másfél évet dolgoztam kecskeméten a Kiskerhelyén, az Arany János után a képítébe. Ott elkezdtem az este a gimnáziumot, nem engedte iskolába járni, és jó volt, hogy a fosztályban valaki végezni, mert az előző kislány, illetve a kocsma az, hogy végeznek, és 70 éve kértem a postát, ott a postát dolgozom, 85-et végezni, jöttem, két kislányom van, az egyik 6 éves, a másik 3, most járja a gyesem, úgyhogy 16-án visszamegyek a postára. Ennyi. Gyorsan. Iskolában 8-es után elmentünk együtt, mivel én elég sokat rontottam Kecskeméten a táplomból. Itt mindig 4 és 5 is tanulgottam, hát sajnos ott csak 3,3 tized lett a reményen, és így nem vettek föl munkán egy jobb szakmába. Hát elmentem bútorasztalosnak, vagyis hát igen, és úgy mondták, hogy bútor fényedő, hát ez egy olyan női munka lesz. Hát és végül kiderült, hogy ez ugyanolyan munka, mint a fiúkén. Hát azért végül is a szüleimre való tekintettel legjobban azért elvégeztem, úgyhogy elsőben még szakma kiváló tanulója is voltam, úgyhogy nem ismertem. Nagyon kicsekedni sehol, hogy milyen mit tanulok, csak azt mondtam, hogy hát tanuló vagyok is ki. Mert figyeltem, hogy én ilyen fiú szakmára mentem, de végül is megszerettem a szakmát, de mikor elvégeztem, már közben kukaroltam a fényem, és hát végeztem az iskolával, és nem maradtam ott dolgozni. Megesküdtem, és utána másfél évig nem dolgoztam, mert lakitelep mellett van a tősegő, elfordul a közös mindenki tudja, ott kint lakunk, és nem volt rá lehetőség, hogy eljárjunk onnan dolgozni. Másfél évig otthon voltam, közben megszületett a első gyerekünk is, és utána majd, mivel nem kaptam semmi gyest, hát végül is csak el kellett mennem onnan, viszont elég messze volt a falu, de voltam a lányomat a bölcsődébe, és így elmentem kertészeti dolgozónak, volt a vállalkozó, hogy a falunak ilyen világkertészete, oda elmentem dolgozni, és akkor egy évre, mert úgy éppen, hogy csak lebejön az egy év, hogy kapja egy est, megszületett a második gyerekünk, az fiú lett. Utána, mire lejárt a gyers, akkor megszűnt az a kertészet, és akkor már lakitelepen volt a kecskeméti gyerekének egy részlege, és oda mentem el műszerészt, nem betonított műszerésznek dolgozni. Hát lett volna közben lehetőség tanulni, de mivel kint laktunk a falutól elég messze, két gyerek volt, anyósommal laktunk, szóval nehéz lett volna Kecskeméti gyerek iskolába, így mindig elmaradt a tanulás, holott nagyon szeretem volna elvégezni a műszerész szakmát, aztán 85-ben megszületett a harmadik gyerekünk is. Akkor mit, hogy hozzáképtetek volna a vonalamba? Utána lesz, mint akkor átlalkott Pandára, ugyancsak
tovább a szakmára, de most felismerként most munkanélkül.